Miskolci csoportjából tovább jutott, így a nyolc közé került a a Magyar Kupában a Racionet Honvéd, amely holnap kezdi a bajnokságot az OSC elleni meccsel. A keret kicserélődött, de van, aki állandó, ő pedig a háromszoros olimpiai bajnok Kis Gergely. Vele beszélgetünk klubjáról, terveiről és a póló szezon kilátásairól. Szia, jó reggelt! Kíván. Jó reggelt kívánok! Na hát akkor meg volt a bemelegítés itt a, a Magyar Kupában, és egy kicsit talán az elején azért megijedhettetek, nem? Mert az első meccs a hazaiak ellen az egy X-re sikerült. Csúnyán fogalmazva, sarkolatosan nem megijedtünk, hanem égettük magunkat, Aha. mert nagyon rosszul kezdtük a szezont ezzel a Miskolci szombati két mérkőzéssel. Úgyhogy nagyon föl kell ébrednünk vasárnapra, bvs szel játszottunk egy olyan úgymond rangadót, ahol mind a két csapat szeretne a középmezőny elején, vagy az élmezőny végén végezni a bajnokságon. tehát nyilván fontosak az eredmények, ők is egy jó csapat. Úgyhogy a vasárnapra sikerült elérnünk egy olyan szintet, ami a szezon elejé formának megfelelő. Az, amit most Miskolcon láttál magatoktól, az mennyire biztató a holnapi bajnoki ide-nyitóra? Hát az egy kutya kemény mérkőzés lesz a, a megerősödött OSC ellen, azt gondolom. Igen, megtisztelő, hogy mi nyithatjuk meg a bajnokságot, és élőben a televízió műsorán, ugye? Igen, itt e... látható lesz. <laughs> e... A szombat is mondom gyenge volt, nem mentség, hogy Simon Adrián csapattársunknak ezután gratulálunk, de kislánya született szombaton este, nem mentség, hogy volt vírusos fertőzéses betegség csapatban, két japán válogatott játékosunk még hiányzik, tehát eleve kettővel kevesebben mentünk, a kispadon kettővel kevesebben játszottak, ettől függetlenül jobban kellett volna játszani, de a vasárnapi az már egy, azt mondom, egy olyan biztató forma, hogy legalábbis már fogjuk szorongatni az OSZ-t, hogyha úgy játszunk legalább. Ö, mit leszámíthatunk egyébként ebben a bajnokságban a, a Racionet Honvédtól? Ezt az, hányadik helyet tudjátok megcélozni, És ezt úgy kérdezem, hogy például a vadlajos edzőtök e tekintetben nem ismert jósolni a szezon előtt. Uh -huh. Igen, azt érzem, hogy a, a negyedik-nyolcadik hely között, tehát ez, a, ez az öt csapat, aki a negyedik-nyolcadik helyre pályázhat, azok között nagy csata lesz legalább. Tehát és van az első három. És, igen, első három meglepetés lenne, uh -huh. ha bele tudnánk kóstolni. A játékos állományban, a anyagi feltételekben, uh -huh. minden szempontból ők, ők a legjobb három csapat jelen pillanatban. Persze a sportban mindig vannak meglepetések, még a Topligákban a fociban is, Európában van, hogy kis csapatok oda, odaférnek azt mondom, hogy nekünk ez a negyedik, ötödik, hatodik hely közül nyilván negyedik hely lenne, ami, ami, egy, jó kis szélkitűzés lenne, de tényleg egy-két meccsön múlhat, aztán akár több helyezés is. Na most, hogy a Sima Adriánnal szóba hoztad, ugye őt igazoltátok az OSC-ből, aztán Fazekas jött a Vasasból, Léva itt tulajdonképpen hazatért Szolnokról, Gergely Pista Mátyáz után az aktív játékot. Átalakult a keretetek, más lesz a játékotok? Mindenképpen tavaly egy légiósunk volt, a, a, a japán Kozitake, aki a japán vízlabdának a legnagyobb tehetsége. És Gergely Pista felfedezettje. Tényleg ügyes, nem is tudom, 60 valány gólt tudott lőni tavaly a bajnokságban, uh -huh. még kimagasló százalékkal is lőtt. És ehhez képest két centerünk is külföldi lesz most, egy japán válogatott center és egy szerb fiatal center, úgyhogy átalakult a csapat jelentősen valóban, még, még fiatalabb lett, rajtunk kívül is, tényleg, ez mi képviseljük a, a kort, egyébként boldog születésnapot kívánok neki ma, ünnepli, utolsó háromsal kezdődött a születésnapját, úgyhogy mi képviseljük a rutint, a kort, és, és a csapatnak a 80%-a 23 év alatti. Uh -huh. Úgyhogy mindenképpen egy érdekes összeállítás, egy érdekes stílus, amit mi fogunk képviselni, és remélem, hogy színes lesz. Tavaly sok dicséretet kaptunk, lelátorról is és a szakmától is, remélem, hogy ezt tudjuk folytatni ezt a vonalat. Ugye a ja, is nem volt éppen egy gyenge pontvadászat, de most milyen bajnokságra számítasz. Gyakran hangzik el, akár kemény Dénes szájából is, hogy ez a világ legerősebb bajnoksága, és, és hogy nagyon magasan van a mérce. Egyébként nőknél, férfiaknál egyaránt. Igen, azzal, hogy uh, szerv világbajnokok, montenegrói Európa bajnokok, uh, B1 játékosok uh, és a magyar olimpiai bajnokok uh, tértek haza a bajnokságba, illetve igazoltak haza, ezzel tényleg uh, el, egészen... Uh, Egyértelműen elmondhatom, hogy ez lesz a legerősebb bajnokság a világon. Minden csapatban van legalább egy-két légiós, akár az Ausztrál, akár Japán, akár Kanadai, de az országjainak a legjobbjai, legjobb három-négy játékosából lesz itt, és hát ugye nem kell mondanom, hogy egy szár vagy egy montenegrói, vagy akár Szegeden, mondjuk a Kunác, aki, aki horvát világbajnok, tehát ilyen játékosokkal lesz el a bajnokság, a magyar, legjobbak mellett. Úgyhogy mindenképpen szerintem egy élcsapatnak is lemenni egy 8.-10. helyzethez nem lesz könnyű mérkőzés. És mit gondolsz, a válogatott tartós és láthatóan fenntartható szeretete és az irántuk megnyilvánuló érdeklődés mellett várható -e a nézőszám emelkedés a bajnokságban? Ti a magatok részéről ehhez mit tudtok hozzátenni? Nagy lépés mindig a válogatott szereplése ebben. Az emberek egy része, akik passzív rajongói, szurkolója a vízlapdának, ők csak a válogatottak. a válogatottra, igen. Igen, és nyáron követik az eseményeket jobban. Jelentem ezúttal újra, hogy ősztől a bajnokság, a világ legnagyobb bajnoksága elindul, és, és mennek a meccsek hétről hétre, rangadok, és nem csak Pesten, mint régebben, ugyanem a vidéki fellegvárakban is. Amellett ugye az első vízilabda expo, ami megrendezésre került szeptember közepén, az is egy, egy ilyen lépés volt, hogy ott fölvonult a, a szakma, mint sportszerek, mind sportszakemberek, mind sportolók szemszögében, tehát ez egy, ez egy tényleg egy kiállítás volt, egy vízilabda ünnep volt. Hát hogy a klubok is megfogalmazzák a, a, a maguk márkáját és, Pontosan. és lehetőségeit a szurkolók felé. Igen, De. és minden olyan vízilabda körüli sport is, aki, aki meg szeretné mutatni magát, az lehetőséget kapott. Gála mérkőzés is volt. Emellett pedig szeretnénk további ilyen, ilyen, apró kis akciókkal is az emberek tudtára adni, hogy, hogy a vízilabda is egy, egy érdekes hétvégi program lehet mindig. Láthatóan változatlanul nagy kedvel fogsz te is játszani, gondolom, tehát, hogy nem érzed magadon egyáltalán a, a kort. Hogyan tudod most az energiákat megosztani egyéb dolgaid és, a, és a, a, az élsport és a, hát a világ legerősebb bajnokságában való minél jobb helytállás lehetne, nem csak hogy uli-buli csapatnak készülsz meg játékosnak ebbe a mezőnybe. Nyár végén beszélgettünk a, a, bokros tendőimről, ugye akár az életrajzi könyv, akár az a középfokú edzői iskola, akár a Modern Sport Akadémia, amit csinálunk de is és Nagy Viktorral, sok mindennel foglalkozom. Közben a testem azért jelez egyre többet, hogy már nem 20 éves vagyok, hanem, hanem 37 és egyre többet nyikorognak az izületek. Emellett nagyon nagy kedve játszom, csapatkapitánként még nagyobb a felelősségem a Racinet Honvédban. Igyekszem, igyekszem helytállni ezeknek a felelősségvállalásoknak ö, tükrében, de, de ez egy napi, napi, nehéz meló azért az uh -huh. edzések között koncentrálni egyéb dolgokat, de az edzéseken ott 100 -osan. Még, még egy-két évig fogom bírni. Azt mondom, azért azt nem mondod, hogy ebben az évben vége még azért ö, a több évben benned van. Nézd, amíg az egészségem megengedi, ezekkel a kisebb nyűglődésekkel is, de szeretnék játszani, mert élvezem tényleg, szeretek a fiúk között lenni, azzal is fiatalodom talán, vagy, vagy kevésbé halad a kor előre, hogy ilyen fiatal csapatban játszhatom, és kapom tőlük nap, nap az rikát, amit néha vissza tudok adni nekik, de örömmel viselem, mert tényleg El jó azt a közösség. kell, hogy mondják azt Japánok, hogy mondják az japánul, hogy passzol le azt a labdát, nem? Hát azt tudom, hogy a menny például az gó, tehát az go. elég egyszerű. Egy pár dolgot megtanultunk, remélem, hogy a japán fiú most jól megtanult, hogy magyarul már szükség lesz el. Gergő, nem játszanál már mondjuk ebben a bajnokságban szívesen, kisebb labdával, kisebb pályán, akár kisebb csapatban is? burkoltan célzó az új szabályokra, amiket Igen, a... amiket egyelőre most még csak világligában vezetnek be, de hogy mekkora legyen itt a sebesség És a, a komolyági kupában is a... Igen, ott már próbálgatják majd Pontosak az információim. Ezek a szabályok 95-ben már pró kipróbálásra kerültek, én ott nyertem a... Hát ez a junior VB győztes csapat jól ismeri ezeket a szabályokat. Igen, Aztán a Tamás, Fodor, Rajmund, Steinmetz, uh -huh. Barnabás, stb. stb. féle szupercsapattal nagyon simán megnyertük a junior VB-t, én igazából egyrészt nagyon nem értem, hogy 19 év után miért kellett most ugyanazt előre venni, vagy akkor miért nem törődtek vele, körülbelül ugyanazok a vezetők vannak, őskövületek a nemzetközi vezetésben, igazán gondolkodhattak volna 19 évvel ezelőtt, én ezt gondolom, elég erős, markánsabb véleményem ebben, most a mi alkalmazkodunk. az pont 19 éve vannak késésben ezzel, azt mondod. Igen, addig fogták a helyüket, vagy nem tudom mit csináltak, uh -huh. ez egy nagyon jó kérdés, én azt tudom elmondani, hogy mi játékosként, sportolóként alkalmazkodunk az új szabályokhoz, majd ha bevezetésre kerülnek, ahogy akkor is alkalmazkodtunk fiatalon, az pályafutásom elején volt, most a vége felé lehet, hogy megint így fogok játszani. Én nekem nagyobb testalkatú játékosként, jól lövő játékosként a kisebb labda, biztos, meg a kisebb pálya biztos mindenképpen segíteni fog, tehát nekem ez előnyös lesz, akkor is jó volt, akkor még gyorsabb is voltam a pár másodperccel, mint most, úgyhogy én állok minden szabály elé, én mindig azt szoktam mondani, hogy legyen víz, legyen kapu és egy gömbölyű labda, és én nagyon szívesen játszom onnantól kezdve, csak azt, azt nem értem az elvet, hogy akkor miért nem lehetett ezt komolyabban menni. Uh -huh. Meg hát egyébként a kemény dénesre beszélgetünk itt, ő nem zárja ki, hogy azért itt már jóba is változhatnak a, a szabályok, hogyha begyorsítanak ezen a tempón, szerinted? Értem, értem én ezt, és lehet, hogy igaza van Dénesnek, csak amíg a sportszervezetek nemzetközileg saját hatáskörben döntenek igazából széles ö, vélemény nélkül, tehát amíg az országok nem mondhatják el, akik a szakmában nap, -nap benne vannak és otthonak az uszodában, és nem egy irodában ülnek valahol, akár Svájcban vagy Olaszországban, addig, addig ezek csak feltételezések, hogy jól fog-e működni, tehát meg kell hallgatni a, a résztvevőket, és hogyha ez működik, akkor, akkor mondom, mindenki szívesen elé, állni fog elébe a feladatnak, nem ijedünk meg, sportemberek vagyunk, akik, akik játszani szeretnénk. Bizony, most a jelenlegi szabályok közepette, de milyen bíráskodás mellett, milyen, ebből a szempontból milyen évre számít az szabályértelmezések? <laughs> ö... Szerintem le fog tisztulni a kép, kicsit túl komolyan vettük az új szabályokat, Aha. voltak bizonyos támadás segítő szabályok, amiket tavaly bevezettek a vízilabdában. Szerintem a magyar játékvezetői nagyon komolyan akarta venni, és ezért elébe mentünk, sokkal kevésbé volt markáns a változás más országokban, mint nálunk. Ez kicsit visszament egy, egy, alapszintre most. Remélem, hogy ez folytatódik, hogy ne legyen, a, főleg a kupa csapatainknak, én rukkolok nekik, hogy ilyen szupergárdát összehoztak szólnok OSC, vagy az Eger, akkor ne legyen az, hogy itthon van egy stílus, meg kint van egy stílus. Ez nem jó vagy rossz indulat kérdése, ez egyszerű stílus kérdése. Én abban bízom, hogy mondjuk a hétvégén, amilyen borzalmas osztályzatok voltak, akár nálunk a kupa selejtezőn a játékvezetőknél, az az nyilván nem rossz indulat miatt kapták, hogy ö, valaki ellen vagy valaki mellett ténykedtek, egyszerűen ö, hibáztak. Én remélem, hogy ö, segíteni fogják ők is azt, hogy a kupa csapataink jó szerepeljenek, mert a válogatott mellett a második legnagyobb marketing a vízilabdában a, a BL lesz. A igen. BL, igen. Hát a végére értünk, Gergő, akkor nektek sok sikert idén, és akkor a, nézni fogunk benneteket a Digi Sporton, tehát nyitjátok a bajnoki szezont az OSC ellen holnap. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is.